Kárpál Pál, a Móri Zsigmond Színház zenei vezetője és zeneszerzője számos darabnak. Például ebben az évadban mutatták be a Vörös Sándor emlékére rendezett Csalókapitet, aztán most egy újabb előadás készül, melynek két nyíregyházi szerzője van, az egyik Kazár Pál. Dalokat, dalszövegeket is te írtál, vagy a szerzőtársad adta a szöveget? Szöveg, zene, mind a kettő. Sőt, elkezdem az elején, hogy az egész az úgy indult, hogy csináltunk egy lányomnak egy gyereklemezt. Kazár Ticiről van szó. Amin ilyen gyümölcsöktől szóló vitamindalok hangoztak el. A szövegzenét azt én megcsináltam, és utána Tim Cookingával felvettük a kapcsolatot, hogy lehetne élni köré egy történetet, és akkor hát a színpadi alkalmazást, hogy ez annyira jól sikerült, hogy bejön a bemutató ide lasson itt anyagunkon, de most közben kiderült, hogy a történet olyan jól sikeredett, hogy a dalokat nem tudtuk mindet használni, tehát át kellett írni. Hát a szöveg a rendező segítségével a cselekményeket, tehát ő is mondott egy-két ötletet, de nagy részt a zeneszöveg az mind az én művem. Milyen gyümölcsök szerepelnek a darabban? Hát ezt mindenfajta Magyarországon ismert gyümölcs, de hát ami vitamintú gyümölcs. Csak ezt nem akarom lelőni, tehát mindenfajta gyümölcs el van. Vaj, akkor a Jonatán nem egy versengő és győztes hős, hanem egy Jonatán alma? Alma, Jonatán, az természetesen Szabolcsban vagyunk, ezért is lett a cím, hogy Jonatán, gondolom, feltételezem. Van benne, mondom, egy csomó ilyen gyümölcs, egy csomó harc a kukacokkal, a gyümölcsök ellenségével. Nem meg kell nézni. Kicsit didaktikus, tehát mondjuk az egészséges fogakért is küzdenek ezek a gyümölcsök? Nem, én szerintem van egy történet, ami inkább a vitamin megerősítésén, vagy terjesztésén, vagy egyáltalán népszerűsítésén. Milyen stílusú zenéket írtál? Ez már egy kicsit ilyen változó, mert a lemezen elég sok fajta stílus, tehát inkább ilyen diszkóvidám ritmusok. Okolva a múltkori lemezből, az nagyon szépen sikerült, amit a Pregicer Fruzsinak írtam, és ott egy az egybe felhasználtuk a Kelekótya tündérben a zenéket, és ott egy kicsit ilyen, hát nem azt mondom, hogy dep is, de egy kicsit ilyen lehangoló dalok kerültek bele, és most annak a, hogy mondjam, a ellentétezésére direkt ilyen csak vidám dalokat tettünk. Tehát ebben nincs szomorú, nincs. Még a lassú számok is ilyen, líraibb nóták is ilyen szép, viccesek. Olyanok, hogy fütyülni fogják az oldások, mondjuk az évzáró ballagáson? Hát vannak benne slágerek főleg, tehát ez megint egy ilyen, hogy mondjam, egy régi bogaram, hogy mindenben megpróbálok valamit úgy beletenni, és például most ebben a Lambada, a Twist, meg ezek a táncok után, most a gyerekeknek a Málamambó táncot próbáltuk kialakítani. Ezzel már párszor már a lányommal voltunk ilyen Münchenen, és nagyon vették a gyerekek, tehát ez egy új a kacsatánc után, mint 15 évvel most a gyerekek tanulnak egy Málamambó táncot, egy pár lépést, ami egy jellegzetes. Na most ez benne az úgymond érdekesség, tehát emiatt lehet, hogy fogják énekelni. Lehet, hogy interaktív is lesz ez a mese? Tehát egy-két gyereket felszólítottak a színpadon? Nem tudom. Tehát ez a rendező dolga, hogy feljönnek, vagy nem jönnek fel. Akkor egy másik dolog, egy másik műfaj. Az Ankonai szerelmeseknek újra kevertétek? Pontosítottátok a zenét? Látom, hogy megfordulnak itt a szereplők, az énekesek, a színészek. Hogy mondjam, elég bonyolult volt a próba folyamat, tehát hogy az egyik lány műtötték, a másiknak elment a hangja, a harmadiknak elment a hangja, tehát nem tudtuk úgy igazából kipróbálni ezeket a dalokat. Nagyon kevés idő maradt arra, hogy a zenét azt tökéletesítsük, tehát hogy nagyon szépen megszólaljon. Nagyon furdalt a lelki. Jónak jó volt, és most még jobb lesz. Hát hogy mondjam, tehát biztos, hogy ahhoz, hogy a színpadon azt a minőséget, amit az Ankonai egy, azt a mércét, amit kitűzött, azt nekünk túl kellett szállni, és ezért volt az, hogy még utána, még a múlt héten is dolgoztunk rajta, hogy még jobban szóljon, még jobban jöjjenek elő. Most már inkább az, hogy a színészeknek az, hogy táncolni kell, énekelni kell különböző helyzetekben, ez mindig össze kell, hogy érjen. Na most emiatt nem nagyon tudtuk kipróbálni azt, hogy működik, mert erre volt kevés az idő. És most már, hogy a táncok, már a szerepek megvannak, most már jobban tudnak arra figyelni, most már jobban tudjuk ellenőrizni, hogy milyen zene kell ahhoz, hogy őket segítse. Most már jobban szól. Az a javításhoz kellett hozzá.
Tehát aki már látta, az jöjjön, nézze és hallgassa meg még egyszer. Hát én szerintem, aki látta az első blokkot, az úgyis eljön még egyszer megnézni, vagy legalábbis a nagy többség mindenki eljött még egyszer megnézni. Ha itt nem, akkor lehet, hogy a szabad téren. Az Ancona Négyhetőnek a zenei anyag elég a 80-as évek diszkó slágerei. Ebben különböző stílusdalok. Ennek volt még egy plusz problémája, hogy ezeket a dalokat így összehúzni, hogy ne legyen annyira különböző, mint a, tudom én, mondom, Alfa Nana és a Jennifer Rush-nak egy szép nótája, Polaroid, ezt a kettőt összehozni, hogy egy szinten, egy színpadról ugyanolyan hangzásba, hogy ne legyen kiugró. Tehát ezekkel is volt egy kis gond, amit most már sikerült úgy érzem helyre tenni. A szandok, hogy szólalnak meg, hogy az egyikben több volt a basszusgitár, vagy másfajta basszusgitár, az nem passzolta a másikba, akkor ezeket kellett ilyen kis átirdaló megoldásokkal kiegyenlíteni, hogy ugyanaz a hangzás jöjjön le a színpadról a különböző stílusú dalokba. Nem mindenbe lehetett, meg nem is akartuk azt, hogy mindenbe ez tökéletesen az eredeti legyen, inkább a hangulat legyen olyan, hogy vigye az egészet.